civil szféra is komolyan foglalkozik tehetséggondozással. Én a tehetségügyet azt egy tényleg egy olyan igazi zászlós hajónak tartom Magyarországon, és ami egy olyan üzenet egy fiatal számára, hogyha én tehetséges vagyok bármiben, akkor fogok kapni támogatást ahhoz, hogy ha én hozzáteszem a magam részét, akkor ezzel a tehetségemmel én jussak egyről a kettőre. És erre van egy olyan program egyébként, egy nemzeti tehetségprogramnak elnevezett program, amiben az adó 1%-ot is be lehet fizetni, ugye amikor az adó 1% felajánlása van, akkor erre a kiemelt célkitűzésre is lehet adni az 1%-ot. Ennek egy éves 2,8 milliárd forintos költségvetése van jelenleg, ennek az egyik fele jön az adózók 1%-ából, mi pedig úgy döntöttünk, hogy ehhez még egyszer ugyanennyit hozzáteszünk központi költségvetési forrásokból, ebből adódik ez az összeg, és országosan mindenhol Magyarországon egészen picikortól egészen fiatal felnőtt korig támogatunk tehetségeket, éppen azzal a célval is, hogy hosszú távon kapják meg a segítséget. Itt az egyéni ösztöndíjakra, amiket most vezettünk be a tavalyi évben először, az egyéni ösztöndíjaktól kezdve a Önök általi bizonyára ismert országos tanultatók, OKTV, OKTK, a tudományi diákori műhelyeknek a finanszírozása, ebből zajlik különböző szakkollégiumoknak a támogatása, de van kifejezetten a hátrányos helyzetűeknek, vagy a fogyatékkal élők számára, vagy éppen a roma fiatalok számára meghirdetett tehetségprogramja, de van benne kulturális tehetséggondozás. Tehát a tehetségünknek számos területét támogatjuk ebből a forrásból, illetve van egy olyan fejlesztési forrásokból induló projekt is, amit éppen most hirdették meg a tavalyi év végén. Ez egy 6 milliárd forintos keretösszegből fog a következő fejlesztési ciklusban kifejezetten szintén tehetségtámogatást nyújtani a tehetséggondozó civil szférának az aktív részvételével. Tehát nagyon fontosnak tartom azt, hogy az, akinek mondjuk, hogy a szülői oldalról nézzük, akinek van egy tehetséges gyermeke, akkor az érezze azt, hogy ő megkapja a támogatást ahhoz, hogy kihozza ebből a gyerekből a legtöbbet, hogyha kihozza a gyermek magából a legtöbbet, hogyha ő maga is ebben az értelemben elkötelezett és hozzáteszi a maga részét. Tehát a tehetséggondozást rendkívül fontosnak tartom, hogyha beszéltünk a köznevelésről, ugye itt természetesen a felsőoktatás, az ösztöndíj programok, aminél én még egy ilyen személyes dolgot hadd tegyek hozzá. Szerintem az, hogyha egy fiatal külföldre kimegy és kipróbálja magát és tanul külföldön, ez egy rendkívül jó dolog. Én ezt felírnám receptre, hogy mindenki menjen ki és szerezzen külföldön tapasztalatot, és azzal a tapasztalattal megerősödve azoknak a tapasztalatoknak a birtokában jöjjön vissza. Én saját magam tanultam Franciaországban, az Egyesült Államokban, értünk Németországban, és azt gondolom, hogy ezek a tapasztalatok, ezek mind-mind hasznosulnak aztán Magyarországon is, amikor visszatér az ember, és egyébként adott esetben jobban tud értékelni olyan dolgokat, amiket korábban nem tudott, és úgy indult neki. Tehát szerintem az egy rendkívül jó dolog, és ezt természetesen számos eszközzel támogatjuk, ennek a felsorolásában most nem is mennék bele. Itt a fiatal munkanélkülisége kapcsán említenék meg két elemet, az egyik az a munkahelyvédelmi akció, ami ugye egyébként éppen ezt a generációk közötti összefogás, szolidaritást is olyan szempontból szimbolizálja, hogy ugye egyaránt segítünk a munkahelyvédelmi akcióval az idősebb generációknak, és ugyanúgy a fiataloknak is, hiszen itt a 25 év alatti munkavállalók esetén kap tulajdonképpen a munkaadó egy olyan szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség, valami mentességet, tehát gyakorlatilag ugye olcsóbb neki egy fiatal fölvenni, mint egy idősebb, egy nála idősebb, egy középkorú tapasztaltabb munkaerőt, ezzel segítjük azt, hogy a fiatalok is könnyebben munkához juthassanak, és úgy látjuk, hogy ez sikeres, ez átlagosan 160 ezer fiatal jelent, aki a munkahelyvédelmi akció keretében kedvezik vesznek igénybe a munkaadók, ami egyébként költségvetési oldalon 23 milliárd forintos kieső bevételt mondjuk ki, de ez a része nyilván eléggé fontos, csak annak mondom, akit a számunkra érdekel nekünk, mint háttér. És akkor kiemelném még az önképes tevékenységet, mint hiszen az utolsó ilyen csemegét, és akkor nem megyek bele a többi elembe, és be is fejezem tulajdonképpen az önképesség az számunkra, ami szintén egy olyan terület, ami a generáció közötti egymásra utaltságot, összefogást is jelzi, illetve az a felelősségérzetet erősíti. És itt két dolgot meg is kellett különíteni, egymást ugyanakkor összefüggenek egymással, hogy bevezetjük ezt az iskolai közösségi szolgálatot,
ezekről az utolsó vele, amiről igazából nem fogok részleteiben beszélni, hiszen bízom benne, hogy mindannyian hallják ez a csók, vagy ez a családok otthonteremtési kedvezményezi az otthonteremtési program, amiről azt hiszem most mondhatjuk azt, hogy tényleg otthonteremtési lázban még az ország, és nem nagyon tud olyan helyre menni az ember, hogy éppen ne erről beszélhetnének mondjuk egy asztal mellett a párki, ami én bízom benne, hogy annak a visszaigazolása, hogy ez valóban egy olyan terület, ahol szükség is van a támogatásra, a segítségre, és az otthonteremtés az tényleg egy eszenciális kérdés mindenki számára, és úgy értem is én a fiatalokat mindenképpen fókuszban érzem, hiszen ezzel az is az üzenetünk, hogyha ma Magyarországon egy fiatal elköteleződik, vállalja azt, hogy három gyermeket fog nevelni, és itt én ezt tudom közelíteni,